Noha a Wolfram Alpha az egy nagyon kényelmesen használható eszköz, talán mégis érdemes megnézni a mögötte lévő tudást, vagy a mögötte lévő adatbázist, bárhogy is nevezzük. Amit itt most látunk, az a Wolfram Language and System-nek a dokumentációs központja, ami mindjárt elárulja azt, hogy a Wolfram Language az egy matematikai program nyelv, amelyik programozható. Amit a Wolfram Alpha-ban látunk, az ennek egy alkalmazása, mondjuk úgy. Most egy pár fejezetet hát fölvillantunk ebből a sok-sok mindenből. Az első dolog, amit megemlítek, az a legegyszerűbb rész, ahol a kifejezéseket definiáljuk, és hogy megtudjuk, hogy milyenféle módon használhatjuk ezt. A következő, az már sokkal érdekesebb rész, mert az adatmanipuláció, az adatfeldolgozásról szól, és hát a vizualizáció az önmagáért beszél, az elnevezés, hogyan tudunk vizualizálni különböző folyamatokat, hiszen ez a nyelv alkalmas arra, hogy folyamatokat mutasson be. Érdekességként megemlítem a Financial Data elnevezésű, Financial and Economic Data elnevezésű részt, amelyik különösen érdekes a főiskolánk hallgatói számára, hiszen ez összekapcsolja egy kicsit a gazdaságot, az üzletet és az informatikát.